A Művészetek Háza tetőtéri galériájában a hételen ilyen nyílt az a gyűjteményes kiállítás, mely a bárdudvarnoki üveg, a siklósi kerámia és a pécsi bronz szimpóziumokon készült munkák válogatása. Stúdiónk vendége Sárkány József művészettörténész, a Deforma Alapítvány vezetője. Jó estét kívánok! Az ilyenfajta kiállítások nagy lehetőséget jelentenek a kiállító művészeknek. Maga az alapítvány azt hiszem pont ilyen célból jött létre, hogy ezt megteremtse számukra. Többek között igen, hát a legfontosabb célunk az volt, hogy értékeket hozunk létre és értéket teremtsünk közvetve. Biztosítsuk a művészek lehetőség, művészek számára azt, hogy ezeket a műveket létrehozzák. Most, hogyha a felsorolást figyelték, akkor valamennyi szimpózión igen eszközigényes. Tehát akár üveg, akár porcelán, akár bronz művek készítéséről van szó, itt olyan komoly technikai háttér szükséges, ami egyetlen alkotónak sincs otthon, nem áll a rendelkezésére, mint porcelán égetéshez. Erre alakultak valamikor a különböző művészteletek, ugye segítség, de az idők folyamán ugye az állami központi támogatások lecsökkentek, a művészek egyre ritkábban tudták megoldani azt, hogy ilyenre jöjjenek, Siklósra vagy Bárdudvarnokra, és erre jöttek létre az alapítványok. Most a Deforma alapítvány egy olyan alapítvány, amely pécsi székelyű és Pécs kultúrás múltjában adódóan kötelességének érezte azt, hogy ezeket segítse. Hány művész jut így módon lehetőséghez, és hogyan válogatják önök őket? Hát ezeket egyrészt a mindenféle támogatási lehetőségek korlátozzák. Tehát én szeretnék minél több jó művésznek lehetőséget adni arra, hogy műveiket létrehozzá, de a pályázati pénzek egyrészt bizonytalanok, tehát nem tudok nagyon sok szimpózión szervezni, évente egy-egy porcelán, üveg és bronz szimpózióra telik, ami nagyon jó és nagyon örvendetes. Másrészt pedig a házaknak, a Siklósnak is, Pécsnek és Bárdudvarnoknak is megvan egyfajta optimális kihasználtság kapacitása. Ezek a szimpóziónak 4-6 hétig tartanak, tehát egy hosszú alkotói folyamatot igényelnek, tehát sokba kerülnek. A képek, amiket látunk most éppen egy kerámia művésznő munka közben. Ő Füzesi Zsuzsa, egy pécsi kerámikus, nagyon érdekes, amit készít, és Füzesi Zsuzsa 2 évvel ezelőtt a 14. országos kerámia biennálén elnyerte az első díjat. És az ő egyik jutalma az, hogy egy kamara kiállítást rendezhetett idén a következő biennálén. Most a szimpózión kevéssel megelőzte a biennáli nyitását, és a szimpózionon lehetősége volt a Zsuzsának, arra a Zsuzsának, hogy néhány olyan tárgyat készítsen, amiből lényben ez a kiállítás, a kamara kiállítása összejött. A kerámia kiállítás anyagából mit láthatunk a kiállításon? A Siklósi szimpózionon 10 külföldi és magyar kerámikus vett részt. Az alapítvány viszont a szimpóziont, hogy a művek bizonyos része, kb. A fele a művész tulajdonába kerül, és ezt ő hazaviszi, bemutatja, kiállítja, eladhatja. A másik fel az alapítvány gyűjteménynek a tulajdonába marad. Ez egy dokumentációs gyűjtemény, ami nem tudunk eladni, és nem is akarunk eladni. Viszont ebből terveink szerint idén is, vagy jövőre is készítünk egy katalógust, és bemutatjuk nem csak Pécset, nem tárgyalások folynak egy spanyol és egy osztrák kiállításon. A másik témakör, a másik anyag, amiből a kiállításon ízelítőt kapunk, az üveg, ami szintén igencsak technikai igényes és anyagigényes. Az üveg az nagyon érdekes, mert évekkel ezelőtt Pécsett az üvegművészek elkezdtek egy szimpóziont, amely 4-5-6 éve már Bárdudvarnokra települt, tehát mert a pécsi illetékesek nem bírták ennek a költségeit előteremteni. A Somogy megyei önkormányzat átadott a üvegművészeti alapítványnak egy kúriát, és ott alakítottak ki egy művésztelepet. A Nemzeti Kultúrák támogatásával az alapítvány szerzett egy szimpóziont, Ommás Tiffany címmel, amely emléket kívánt állítani a századforduló, a múlt század végén egy jelentős amerikai üvegtervező művészének. Esvan Lüster technikával készültek az üvegek, és ennek szellemében olyan művészeket hívtunk meg, Horváth Marcell, Smetana Ágnes személyében, akik e technológiával foglalkoznak. Mivel rukkoltak elő a bronzosok?
A bronzosok az egy új kezdeményezés, tavaly merült fel az ötlet, hogy itt van a Fondier öntőműhely, bronzöntőműhely, ahol évközben, tehát tanévben az egyetemisták gyakorlatot, végeznek gyakorlatot. Nyáron úgy nézett ki, hogy maradt hely, sikerült a tulajdonossal megegyeznünk, és tavaly rendeztük az első bronzszimpóziont, nagy sikerrel, és ezen felbúzulva idén újabb művészeket hívtunk meg. Kiemelném, hogy Gál Tamás, illetve Vámi Ildikó korábbi BNL első díjazottak dolgoztak itt Szőlős Jenikővel. Tehát a név sorból talán egyértelműen kiderül, hogy rendkívül fontos, hogy értékes műveket hozzanak létre az alkotók, hogy sikeres alkotók nagyon jó műveket tudjanak létrehozni, ez a feltétel a részében, és ez az indítéken. A kiállításon tehát vannak bronztárgyak, üvegtárgyak és kerámiák, hogyan férnek meg egymás mellett? Meglepően jól ez. A kiállításon láttam én is rendezés közben először együtt a tárgyakat. Nagyon jó, és amiben hiszek, hogy a művészeten belül igazából majdnem lényegtelen, és iparművészet vagy képzőművészet, hogyha ez jó az a mű, akkor ezek volt találkoznak formában, stílusban és gondolkodásban, és én pont a kettőnek a határát keresem, a használati tárgyak és a grand art határát próbálom az alapítvány munkájával közelíteni és kitágítani. Köszönöm, és sok sikert kívánok ehhez. Köszönjük.